Sziasztok, Parizelek, én Szilók, és ma a Euro Truck Driver 2018-al fogunk játszani. Majd, ha beszállok a kamionba, részletesen elmondom, hogy honnan jött ez a játék. Előről így néz ki a kamionom. Ramír vagy Szabi a névtáblára. Akkor szálljunk is be. Ezekért a hangokért bocsi, tudom mi a gondja. Na, ez itt a rádió. Ez a kézifék. Index balra, jobbra. Ezzel a lépővel tudok kiszállni. Rúzom a kéziféket. Duda. Lakadásjelző. Ez a lámpa. Még le tudunk villogni bárkit. Váltó. R. Üres. D. Ezzel a sebességet tudjuk megtartani, ami alatt a váltó alatt van. A balra. Azt inkább nem mondom el, kicsit gusztussal. Jobbra gáz. Balra fék. Navigáció, az a zöld, azt jelenti, hogy a kamionnak az épsége, a narancssárga, az a, hogy mennyien vagyunk ébredt, és a benzin azért nem látszódik, mert nincs beindítva a kamion. Most látjuk, hogy mennyi benzin van benne. Hát én a belső, igen, ezt a teret szeretem. Akkor induljunk el. Nézzem vissza pillanatot a körbe, jön a valaki. Nem jön senki, kitettem az indexet és elindultam. Ezen az autópályán, ami megyünk 90 a max határ. Főutakon 50. És ahol van az a kék előttünk, az ott, ahol az a határ lesz. És végezünk ilyen. Sose értem, hogy ezt miért adja be ezt itt. Tudom, nem volt olyan sok videó. Meg volt is hátránya. Mert táborban voltam, nem értem rá, segítettem anyukámnak, apukámnak, stb. Nyaralni voltunk Hajdúszoboszlón a strandon, meg az óriás kereken is voltunk. Előzés, kiteszem az indexet balra, és előzéskor gyorsabban megyünk, és meg jobbra, hogy visszaváltunk sávot. Még egyenesen kell menni, mert mindjárt leállunk, megmutatom, hogy hova fogjuk szállítani a rakományt, én sört. Ezzel, ami most itt jobb oldalt zölden van, azt tartsa be a sebességet. Itt meg is állunk, ezt megmutatom. Itt van a kamionom. Itt rámegyünk, hogy ma. Itt van. Van egy VN, ezt már elhagytuk a VN-i lehajtót, meg műnyik, vagy nem tudom, hogy ejtjük ki. Ezért nem akarok buci Fortnite-tól memes videókat, bocsa kiejtésért. Akkor kezdjük is el. Azt, hogy megmutatom nektek, hogy vált fel a kamion. 0, felvált 1-esbe, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, és 5 sebesség.
5, igen, nagy sebességes. A szemes 105-öt visz ki. Ez a kamion. Szabályokat betartom, csak néha nem. Vannak pihenők, ahol a pihenőbe tudunk aludni, de valamelyiken nem tudunk, és a mindegyik pihenőbe ott volt jobb oldal a 90-es tábla, melyek 95-8, 79, jó lesz ez. Hogy a pihenőkben lehet ez a kettő variáció van, a szerelő, meg az csak Tony a mérő, jobb oldalt előbb elhagytuk. A szerelőt meg csak a városokban lehet megcsinálni. Majd nem biztos, de lehet, hogy Petivel az egyik Free Fire-os videóban benne volt. Vele lehet játszunk vele multiplayerbe, mert igaz, és én se hittem el, lehet benne multiplayerozni. Apa, ma majdnem 100-al mentünk. Kicsit hülye a duda hangja. Azért... Bal oldalt itt úthiba van. És hogyha ezen az oldalt van, 50-nel szabad csak menni. És már lámpát fel is kapcsolom. Fel van turbózva az egész kamion. Ezt elfelejtettem mondani. Tábla. Éj, nekünk itt balra kell majd lemenni. Be is mentünk. És van ez nem autópályára visz, egy másik autópályára, hanem már a városba visz be. Ugye ebbe a sávba voltunk, így nem kell indexelni. És szoktak lenni rendőrök, ahol kér jogosítvány, forgalmi, stb. És lesz is itt ő jobbra. A videónak a... Hogy mondjam? A videónak a... Hosszú... Hát így két rakomány két rakomány legyen szerintem. Visszapillantottuk, hogy nem jön senki, akkor mehetünk. És a műszer falon ott középen látható a GPS, ahol ez az irányít el minden, hova. Sávot váltunk. Meg is érkeztünk, én szerintem itt lesz balra. Itt most két lehetőség van. Vagy oda beállunk, vagy a pipára rámegyünk. Én be szoktam állni, mert sokkal több pénzt kapunk érte. És meg is álltunk. Most van 281.971 dollár. Ferc, kérjük a következő melót. Rámegyünk, és akkor itt nem is hol. És itt van a legtöbb összegű 51.085. És Berlinbe kéne elszállítani.
Jó. Sok perc. Meg kell mennünk tankolni. Most fogtok hallani, hogyha kanyarodok. Ez valamiért a játék hiba. Kontrollra váltott a lámpa. Egyenesen megyünk, mert fel kell tankolnunk. Itt kérdezi, mennyit akarunk tankolni. Én fullra szoktam tankolni mindig. Azon gondolkoztam, hogy nem megyek el szerelőhöz. Hát elkezdett esni az eső. Csak el kell mennünk szerelőhöz. Hey. Hát nem nagyon feladottam. Azt kell, hogy elmondjam. Aludni is jó lenne már, egy pihenőt nem láttam erre fele. Esik az eső. Jóga váltott, és pihenünk is. Ah, fogom menni szerelőhöz. Már nem mindegy. Van megyünk inkább. Nem beszélünk inkább. Ez lesz, hogy már álmos. Az ember. Én nem jártam úgy, hogy lement teljesen az egész. De nem is sárga csík, pedig jó lett volna elmenni aludni. De szépen tudok kérni, hogy semmi. Meg ez is a játék hibája, mindjárt mutatom. Bemegyek az alagútba, beértem, és az ablakon még mindig esik. Nem nézem közte, hogy hol... Hát azért elég messze kell szállítani, azt nem mondom. Köszönöm.
Most odakint is, itt nálunk elkezdett dörögni az ég, mert fúj a szél. És most egy vágás lesz. Na hát, itt vagyok. Csak néztem, hogy jön a fagy is. Azon gondolkoztam, hogy meg lesz ez a videó. Lehet, hogy lesz Petivel is multiplayer. Ugyanebből a játékból. Opa, Jani, bocsánat. És utána Sniper 3D nevű játékkal is fogunk szerintem játszani. Új, tankolás. Alvás meg nem lehet. De mivel a szembe lévő pihenőbe meg lehet. Úthiba lesz, azt jelzi. 50-nel lehet venni. 49-en megyünk. Most már elhagytuk, most már lehet menni. Írjátok meg kommentbe, hogy ti is akartok-e velem Sniper 3D-be játszani, meg ebbe is. Mondtok egy időpontot, mikor, és játszhatunk videón kívül. Szerintem. Bukta. Ima. Le kell lassítani. Mert itt jobbra le kell mennünk. És már Berlin felé fog vinni, és hogyha ezt levittük, akkor szerintem vége is lesz a videónak, mert nem akarok olyan sok perceset. Minecraft is lesz. Kell előzni, mert ez úgy még kanzsán. Öt, már nagyon fáradtak vagyunk. Rá is dudáltam, hogy normálisan menjél, mert rossz vége lesz. Nem is előzzük, gyorsan felgyors.
Mutáljuk, hogy... Hoppa! Megbüntetett a rendőr. Azonnal egy pihenőt kell keresni, mert nem látok semmit annyira. A fejemben megvan, hogy mi hol van. Lelassulunk, 102-vel megyünk. És szerintem lesz egy vágás, hogy ez így rossz lesz, hogy így megyünk. És akkor lesz is. Na, közben ott van már jobb oldalt a pihenő. Remélem lehet aludni, Mácsi, nem lehet átmegyek a bal oldaliba, tényleg. Lehet, már látom. Tankkal nincs gond. Ma milyen rég óta esik. És alvás. Hú. Jó, aludtunk. És most már Berlin felé megyek a főúton. Végre! Na hát ez... Ezt is visszagyorult. Nem bír felmenni ezen a kis emelkedőn. Jobbra kell elmenni, de menjünk inkább szerelőhöz. Most én itt át fogok menni. Nem baj. Már majdnem mindegyik hullom van. Na már kérdezik, hogy jöttük meg. Már kérdezték, hogy mikor érek oda. Én most balra ki kell szedni egy kicsit a kormányt, mert nem tudok rendesen kanyarodni. Így balra, aztán szedjük jobbra a kormányt. Így ez is. És ezen az oldal lesz lerakodó hely. El is állt az eső a videó végére. Most autóparkozni fogok. Na hát, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel,
Én Szabi voltam, sziasztok!